Világos Adrianna tavaly a kolumbiai Cali városában megvédte U20-as világbajnoki címét gerelyhajításban, majd Münchenben élete első felnőtt világversenyén Európa-bajnoki ezüstérmes lett. A 2022-es évben nyújtott teljesítményért pedig Szerbia legjobb junior atlétájának választották. Természetesen megtiszteltetés és nagyon boldog vagyok tényleg. Nagyon jól sikerült ez a 2022-es év, és jó volt rá visszaemlékezni. A kishegyesi tehetség a 2023-as éve is lelkesen készül. Édesanyja, egyben edzője Világos Györgyi elmondta, idén még nagyobb hangsúlyt helyeznek majd az erősítő edzésekre. Az idei évre elsősorban még alapozást csinálunk, valamint technikázunk, a gerelyhajítás csinyát-binyát próbáljuk most kijavítani a technikát. Világos Adrianna reméli, hogy idén is jól teljesít majd a versenyeken, főleg az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokságon, de emellett még junior korosztályban is versenyez majd a fiatal tehetség. Augusztusban lesz a két legfontosabb verseny, a junior Európa-bajnokság Jeruzsálemben és a felnőtt világbajnokság Budapesten. A 19 éves atléta sikerei sok fiatalt motiválnak, így Kishegyesen és környékén egyre többen választják a gerelyhajítást.